Az őszi zárófordulót rendezik a hétvégén a labdarúgó NB1-ben, és a Kisvárda hazai pályán búcsúzik el egy időre szurkolóitól, akik a legutóbbi két hazai meccs után győzelemnek örülhettek. Az elmúlt hétvégén az Újpest ellen 1-0-ás vereséget szenvedett Dajka László együttese, a szombati ellenfél pedig már az új edzővel, Joan Carrillóval a kispadján Székesfehérváron kapott ki 2-0-ra a Pakstól. Nagyon nem jött jól nekünk, hogy a Videóton a hazai pályán a Pakstól elszenvedte a fájó vereségét. Ezáltal biztosan sokkal motiváltabbak lesznek, és nehezebb dolgunk lesz. A mi szempontunkból ebben a helyzetben teljesen mindegy, ki az ellenfél. Hazai pályán megszokhatták tőlünk a szimpatizánsaink, hogy ugyanazzal a felfogással lépünk pályára. A legutolsó két hazai meccsünk, a Honvéd és a Debreceni ráadásul még eredményesen is zárult. Hát tulajdonképpen ebből kifolyólag optimisták lehetnénk, de nyilván tudjuk, hogy a tudásbeli különbség az azért jelentős. Egy tavalyi Európa Ligás csapatról, ráadásul jó szereplő európai csapatról beszélünk, amelynél az utóbbi időben nem úgy alakultak az eredmények, ahogy szerették volna, de most is versenyben vannak a bajnoki címért, ráadásul edzőt is cseréltek. Ennek a nyomai azok már látszanak a csapat szerkezeti felállását tekintve. A tabellán meglévő 5 hely és 9 pont különbség ellenére a Kisvárda szeretné otthon tartani a 3 pontot. Az utolsó meccsen szeretnénk eredményesen szerepelni. A pontjaink számát tekintve azt mondhatnám, hogy talán nyugodtan is készülhetünk a mérkőzésre. Mégis a legutóbbi forduló az megmutatta, hogy itt már senkinek sem lehet egyetlen mérkőzés sem félváró venni, mivel a korábbi jelentős 9 pontos előnyünk az most hirtelen 6-ra apadt. Habár megjegyezném, hogy a tavalyi őszi zárófordulóban 18 mérkőzésből szereztünk 16-ot, most ugye 15-ből már 20-nál járunk, a mutatóink lényegesen jobbak, de hát javulnak a konkurenseink is, és ahhoz, hogy mi nyugodtan telehessünk, sikeresen szeretnénk ezt az évet zárni. A Kisvárda, Molfehérvár FC mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Paks Mezőkövesd, Puskás Akadémia Zalaegerszeg, Kaposvár Debrecen, Budapest Honvéd Újpest és Diósgyőr Ferencváros.